A NECA U14-es csapatában játszó lányok számára ebben az évben minden a képzésről szól. A szakmai stábban kiváló szakemberek segítik a gyerekek egyéni fejlődését, az edzéseket pedig Hajdú János sportszakmai vezető irányítja, aki könnyen megtalálta a közös hangot a fiatalokkal. Nagyon klassz, jó dolog ilyen gyerekekkel, ilyenkorú gyerekekkel, teljesen motiváltak. A történet az kicsit hosszabb. Februárban fölvettünk 10-valány gyereket, 2006-2007-es tehetséges gyereket, mondván, hogy ők lesznek majd a serdülő csapatunk, vagy a gyerekbajnokságban indítjuk őket. Változott a helyzet, a szövetség új kiírást csinált, ahhoz, hogy benevezd őket valamilyen versenybe, 18 gyerekre lett volna szükség ilyen korúra. Nekünk meg nincs annyi helyünk, tehát értelmetlen lett volna fölvenni 18 gyereket, de ugye az a lényeg, hogy fölvettük, tehetségesek, akkor már ne küldjük el őket, ne halasszanak, hanem egy évig edzőmeccsekre, meg tornákra hordom őket, és képezzük. Én szerintem jó utat választottunk, mert úgy látom, hogy tényleg van közöttük 6-7 egészen tehetséges kislány. Semmiképpen nem akartam én az, hogy valamelyik kollega 2 vagy 3 csapatot vigyen. Egyértelmű volt, hogy be kell szállni. Örömmel tettem. Most akkor úgy néz ki a napom, hogy egy edzést tartok, egy nap vagy kettőt, egyen esetleg segítek, egyet meg végignézek, úgyhogy el vagyok itt, jó ez a környezet, nem probléma, nem unatkozom. Elfogadták a szülők, felajánlottuk, beszéltünk arról, hogy nem tudtuk őket benevezni bajnokságba, de megkértük a játékengedélyüket serdülő bajnokságban és az ifi bajnokságban a második csapatunkban. Tehát ha valaki úgy fejlődik, úgy dolgozik, akkor valószínű, hogy bármely csapatunkban, ahova neveztük, ott játszani tud. 5 kislánynak komoly esélyt látok arra, hogy serdülőbe meg tudja mutatni ebben az évben a tudását. Egynek, kettőnek pedig még az is előfordult, hogy az ifi első osztály második csapatába esetleg játszatni fogjuk. De eddig lejátszottunk 6 meccset, ami teljesen jó, beleillik a képzésbe. Tehát nekik az edzőmeccs, meg a tornák, az olyan, mint egy bajnoki meccs, tehát ők nem veszik ezt úgy, ugyanúgy örülnek, ugyanúgy készülnek, neki ez a bajnokság, és igyekszem 2 hetente legalább egy mérkőzés biztos tenni.